Több mint 2 milliárd forint európai uniós és kormányzati támogatással épült meg a Zemplénagárd és Nagytárkány közötti 3 kilométeres út magyarországi szakasza. A beruházás a magyar-szlovák határon átnyúló együttműködési program keretében valósult meg. A szlovákiai szakaszon már 6 évvel ezelőtt elkészült az út, majd hosszú csend következett, s végre a polgári kormány segítségével befejeződött a közös út, fogalmazott köszöntőjében dr. Hörcsik Richárd. Ennek nem csak kulturális és érzelmi jelentősége van, hogy a 920-ban húzott határok most légneművé válnak konkrétan a polgárok számára is, hanem ennek fontos gazdasági jelentősége van, a vállalkozások számára is átjárhatóvá lesz a határ, könnyebben lehet üzletet csinálni, könnyebben lehet munkát vállalni itt és ott, tehát ez remélhetőleg a térség gazdasági életét egy kicsit felpesdíti. A külgazdasági kapcsolatokért felelős államtitkár ünnepi köszöntőjében arról is szólt, hogy Magyarország és Szlovákia közös határa a leghosszabb Európában. Itt 900 településen 2 millió ember él. Magyarország és Szlovákia együttműködése az nagyban hozzá tud járulni ahhoz, hogy Közép-Európa valóban az európai növekedés motorja legyen az elkövetkezendő időszakban. Ehhez néhány versenyhátrányt le kell küzdenünk, ilyen például az, hogy 25 kilométerenként lehet csak átjárni a határon, még Nyugat-Európában másfél, 3-4 kilométerenként talál az ember határátkelőket. Úgyhogy ezért abban állapodtunk meg a szlovák kormánnyal, hogy a két ország történelmének legnagyobb közös léptékű fejlesztési programja keretében megépítünk az elkövetkezendő esztendőben 25 határátkelő helyet a két ország között. Amióta ez a megállapodás megszületett júliusban, azóta ez a második fejlesztés. Korábban a Duna remeténél elindítottuk az első menetrendszerű kompjáratot a két ország között. Itt most ezt a körülbelül 3 kilométeres utat adjuk át, és Borsod megyét, illetően hamarosan Kékednél is átadunk egy utat, valamint döntés született egy híd megépítéséről Abaújvárnál. Borsod-Abaúj Zemplén megye, benne pedig Zemplén kiemelt kormány által támogatott célterület, tudtuk meg az államtitkártól. Én most úgy satszolnám, hogy a fejlesztéseknek mintegy fele az itt fog megtörténni. Ez abból a tényből adódik, hogy 282 kilométernyi külső határa van a megyének, a leghosszabb Magyarországon egyébként. Ráadásul ugye a következő 7 esztendőben 25 határátkelő helyet szeretnénk még építeni. Jelenleg 46 új határátkelőnek az előkészítése folyik, 14-nek a már meglévőnek az akadálymentesítése vagy felújítása, és amikor ezeknek az előkészítésével megvagyunk, akkor el fogjuk dönteni, hogy ezek közül melyik az a 25 új kapcsolat, amelyet a 2014 és 2020 közötti 7 éves Európai Uniós költségvetési ciklusban létre fogunk hozni. 100 kilométert utaztunk azért, hogy a szomszéd településre eljussunk, és most, mióta ez az út megépült, meg korábban is az itt 2 kilométerrel elrövidült, és nem mindegy a lakosság számára, a faluban élő emberek számára sem, hogy a családi, baráti, rokoni kapcsolatokat ápolni tudják, és nem kerül egy egész napjukba az, hogy eljussanak a szomszéd településre. Remélem, hogy ennek az útnak lesz gazdasági haszna is. Tehát természetesen elsősorban a kistérségnek jelent, a két településnek, a Bodrog közben élőknek jelent majd sokat ez az út. Az ünnepi eseményen kopjafa avatásra is sor került a szlovák-magyar államhatáron, jelképezve az együttműködést, az emberek közötti jó kapcsolatokat e mesterségesen szétválasztott határmenti területen.